Trauer, die du hast geweint, sie werden bald trocknen, er war nie ein Freund. So schön war das Leben, du glaubtest es kaum. Er ging zu der anderen, dir blieb nur dein Traum. Im Sturmwind der Liebe hast du nichts bereut. Baccarole d'amore, dunkle Schatten der Nacht, dein Herz ist verloren, die Einsamkeit war. Am Ende des Wegs schaut ein Fremder dich an. Kívánok. Önök a Falu TV adását látják. Műsorunk tartalmából. A Budai Várban szerepelt a Szupermin is Ramli. Március 18-án a helyi Vörös Kereszt szervezésében véradás volt Tarjánban. Megkezdődött a második Szuperliga bajnokság. Tapasztalat szerzés céljából községünkbe osztrák vendégtanárok látogattak. Idén nyitó kézilabda mérkőzés. MB2-ben. Az Országos Gyermeklap, a Csicsergő újság szerkesztősége a Budai Várban Országos Gyermekfesztivált rendezett. Erre meghívást kapott a tarjáni Szupermini gyermekzeneka is. Nézzük meg őket! Akkor a zsőr nem kell. Gyerekek! Na, hát akkor menjünk! Hova? Hova menjünk?
Kedves nézőink! Itt vagyunk a Mátyás templommal szemben, a Budai Vár egyik gyönyörű kastélytermében, és itt találkoztunk Dinnyés Józseffel, aki a 60-70-es évek nagy énekese volt, zeneszerzője, akit szeretnék a későbbiek folyamán bemutatni önöknek. Volt egy kiváros, gondoltam, hogy mindenkinek jár. Ami utána van, ami mindig ugyanaz, az nem, az, nem más az a szó, mint az, hogy mindenkinek. Tehát azt mondom, hogy egy nagy burugás mindenkinek, azt úgyse fogom mondani, mert ilyen. Na, megnézzük. Aztán jön egy refrén, ami így szól, hogy tiszta forrás, szép szó, ez legyen a jelszó, és legyél a barátom. Első szakasz. Boldogságot mindenkinek. Senkinek? Boldogságot mindenkinek. A jó, a Kádár tanítvány boldogat. Igen. Kádár Jánosan ez volt a bocs. Nem, hát így hordjuk a génjeink, vagy hülyeség. Boldogságot mindenkinek. Barátságot mindenkinek. Igen. Becsületet mindenkinek. Tiszta forrás, szép szó. Ez legyen a jelszó. Ez legyen a jelszó. Legyél a barátom. És legyél a barátom. Tiszteletet mindenkinek. Tisztaságot mindenkinek. Tisztességet mindenkinek. Most azt, hogy tiszta forrás, szép szó. Ez legyen a jelszó. Ez legyen a jelszó. Legyél a barátom. És legyél a barátom. Igazságot mindenkinek. Irodalmat mindenkinek. Ítéletet mindenkinek. Tiszta forrás, szép szó. Ez legyen a jelszó. Ez legyen a jelszó. Legyél a barátom. És legyél a barátnőm. Szerelmet mindenkinek. Szép beszédet mindenkinek. Szabadságot mindenkinek. Tiszta forrás, szép szó. Ez legyen a jelszó. És legyél a barátom. Na most figyeljetek csak. Klare quelle freunde. Das sei die parole. Und du sei unser Freund. Na, megpróbáljuk. Klare quelle Freunde. Klare quelle Freunde. Das sei die Parole. Das sei die Parole. Und du sei unser Freund. Und du sei unser Freund. Most már tudjuk, majd nem. Akkor még egyszer. Klare quelle Freunde. Das sei die Parole. Und du. Magyarul és németül egyszer és kész a dal. Tiszta forrás, szép szó. Ez legyen a jelszó. Ez legyen a jelszó. És legyél a barátom. És legyél a barátom. Klare quelle Freunde. Das sei die Parole. Das sei die Parole. Und du sei. Und du sei unser Freund. Éjjel. Köszönjük szépen! Szívesen másképp, jó volt? Na, egy rendes magyar ilyeneket. Hadd kérjek valamit, a Tarjáni falu tévének, ez egy kis falu, nem messze Tatabányától. Mit üzennél te innen Budapestről? Először is az, hogy amit Széchenyi István üzent 1841-ben, ne pártoskodjatok, idézve Pál apostolt. Azért ne pártoskodjatok, mert a pártrendszer tette tönkre Európát. Nem csak Magyarországot, most az utóbbi 3 évben, egész Európát. Mindig választatok olyan önkormányzati képviselőt, aki benneteket képvisel, és nem pártokat. Pártokat lehet alakítani, de csak akkor, ha azzalnak a pártnak a munkájával a szarra, a húgyra, a romlottságra és bármi másra figyelmeztetik a falut. Ha boldogság van, minek a párt? Na.
Köszönjük szépen az interneket. Ez az egyik. A másik az, hogy mivel 25 éve járom az országot, szinte minden területet ismerek. Tarjában is voltam, én azt a vidéket is bejártam, hiszen országos barátaim vannak azon a környéken. De amikor egyszer egy nagyképű újságíró mondta, hogy eljönne nemzetiségi problémával foglalkozó riport anyagához alanyokat keresni, és mondom, hát én hova vigyelek el? Például Tarjánban a cigányokkal annyi gond van. Tarjánban? Igen? Jó. De egyes mű úton vette észre, hogy a nagyképűségének ára van. Mondta, viszlek én téged Tarjánba. Hát de hát Nemes erre van Tarján. Dehogy ne, nem sokára ki lesz írva jobbra Tarján. Szóval, de hát és Salgó Tarjánra gondolt. Egy újságíró fogalmazzon pontosan. Így van. Úgyhogy ennyit el. Megkérhetünk még egy nótára? Meg. Van rá lehetőség. Egy szép dal. Aztán ezt ott egész Tarjánba fogják hallani. Igen, igen. Segítség! Radnóti Miklós és Hell István egy-egy verseny. A hangra forgó zeng a fű között, s hördül liheg akár egy üldözött, de üldözők helyett a lányok kerítik, mint tüzes virágok. Egy lányka térdre hullemezt cserél, a háta barna, lába még fehér, s a rossz zenén kis lelke fellebeg, s oly szürke, mint ott fönn a fellegek. Fiúk gugolnak és parázslanak, az ajkukon ügyetlen szép szavak, duzzasztja testük sok kicsiny siker, s nyugodtan ölnek majd, ha ölni kell. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is csak szendereg, az emberséghez méltó értelem, mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Lehetnének talán még emberek, hisz megvan bennük is csak szendereg, az emberséghez méltó értelem, mondjátok hát, hogy nem reménytelen. Elkártyáztam a gyenge szívem, suhogasd le a szoknyád hajnal, pálinkát lehelek rád szelíden, meghágylak nehezen halkan. Jöjj Oroszország, vodka virág, nevetés néke a véred, pincefehérek a volgai fák, tejszíni szűz ez az ének. Lebukik fejem, és úgy zokogok, halóványul bennem a bánat. Veretik körülöttem az ősi dob, szaladok hajnal utánad. Ez a csontpufogás, ez a hantirege, hitemet hirdeti híven, Kataton bálvány légy fekete, hiszen elkártyáztam a szívem. Hey!
okos vérellátás egyre rosszabb, ezért is örvendetes a tény, hogy falunk és megyénk önkéntes véradóinak száma nem csökkent. A most rendezett véradáson több mint 20 új taggal szaporodott az embertársaikat segíteni akarók száma. Kövessük végig a véradás folyamatát, és kérjük, minél többen kapcsolódjanak be e nemes mozgalomba. Mester, 62-ben adott utoljára vért. Volt azóta valami betegségem? Mágyulladás és sárgasága nem volt, TBC-je. Jó, csak ki legyen feles akkor. Ez 55-90, meghallgatom a szívét. Jó. Amit ezelőtt tetszett említeni, hogy, hogy Komárom megyében hogy áll a helyzet a véradással, miért? És jó, tehát jó. Komárom megyében is az a helyzet, mint általában Magyarországon. Tehát itt is kb. 86 óta csökken a véradók száma. Tragikus, tehát nagyon tragikus helyzet nem fordult azért elő egyik kórházunkban sem, tehát a megyei kórházakban. Mindig volt megfelelő vérmennyiség, meg vérkészítmény. De az utóbbi hónapokban volt olyan eset, hogy betervezett műtétet el kellett választani. Megfelelő vér, tehát megfelelő faktorú vér miatt. Tehát ilyenkor aztán azt kell csinálni, hogy behívnak a véradókat, és főleg erről a vidékről, és környékéről. Itt talán még ennél a kérdést, de szerintem a tanjában is sokat szoktak hívni. Sőt, a szívügyhez is a kislányt, akit műtöttük az idővel, az minden véradót miattunk Tarjánban hozzá, úgyhogy az egész műtétet, a mi vérünket csinálták meg, a tarjáni embereknek a vérivel, egy tarjáni kislánynak a szívét műtötték, és innen szedtük össze a véradókat. Általában véve a tarjániak többször vannak behívva a véradásra, a véradás is mindig nagyon jól sikerül itt. Ezt meg tudja mondani. Majd a kollega nem el tudja mondani. Itt hadd mondjam én is azt, hogy mai napon volt egy riport, tehát nem is riport, hanem beszélgetés megint a véradáson. És ott elhangzott az, hogy Budapesten a nagyobb műtéteket ott végzik el, és ez is nagyon vérigényes. Ezt elfelejtették elmondani, csatlakozom a Rózsikához, hogy Komárom megyéből szívműtétre kerülő embereknek mindig a megyéből viszik fel a szükséges vérmennyiséget. Tehát nem Budapest állja Komárom megyei betegeknek a vérszükségletét. Talán azzal, hogy nem vagyunk túl emberközelben, főleg városokban, mert pontosan Tarján egy jelen példa, mert itt az emberek ismerik egymást, egymásnak szólnak. Tehát itt is van némi csökkenés, de nem olyan drasztikus, mint a város, tehát a megye városaiban. Tehát nem munkából kikerülnek az emberek, mert munkanélkülévé válnak, és ugye eddig a fő véradó helyek az üzemekben voltak. Tehát üzemekre épültek. Most megszűntek a nagyvállalatok, a nagy üzemek, az emberek java része haza került az otthonába, és a lakóterületen még nem alakult ki ez a rendszer. Ez kialakítás alatt van, de talán erről a munkatársnő, a várostitkár többet tud mondani. Hát elhangzott már, hogy 86 óta mutat csökkenő számot a véradóknak a száma.
ez megint csak azt kell mondjam, hogy Tarján községben nem igaz olyan mértékben, mint ahogy az általánosságban elmondható. Ez a község évek óta jelen jár ebben a nagyon példamutató emberiességi akcióban, ha szabad így fogalmazni, mert nem csak akció jelleggel, hanem folyamatosságában is itt nagyon szép számú véradások vannak. Én is azt tudom megerősíteni, hogy csökken a véradók száma egyrészt a gazdasági helyzet alakulása miatt, másrészt az emberek is talán kisépvásultabbakká váltak, de hát ezek a dolgok nagyon összefüggnek, a gazdasági helyzet és a fásultság kérdése. Köszönhetjük a falu népének, mert azért mindig, most már hány éve, 27. éve, hogy csináljuk ezt az ingyenes véradást, és minden évben nagyon szép számmal megjelentek, szóval nem lehet azt mondani, hogy volt olyan év, hogy nem jöttek el vért adni. És egymást is mindig több. Például ma 7 új véradunk van idáig, de lehet, hogy több lesz. És milyen meggyőződés alapján adsz vért mindig? Segíts a kívásnak a kívásnak. Találkoztál már olyan emberrel, aki megkapta a véredet? Nem, még nem. Kapják ezt a véradót? Hát egyrészt folyadékpótlásképpen, meg hát ebben egy kicsit megvendégeljük a véradókat, hogy mégis érezzék, hogy szeretettel várjuk őket. És tehát kedv csinálás. Igen, igen. Megköszönjük nekik, hogy részt vesznek a véradáson. Péntek és szombat délutánonként ismét pattog a bőrgolyó. A sportot szeretők nagy örömére megkezdődött a második Superliga bajnokság. A részletekről hallgassuk meg György Gábort, a program lelkes szervezőjét. A Superliga mérkőzéseire. A mérkőzések pénteken és szombaton kerülnek megrendezésre, és úgy érzem, a hazai csapatoknak igazán el kellene a szurkolás, mivel a mezőny nagy része Tatabányai és más falvakból érkező csapatok. Kedves sportbarátok! A tavalyi sikeren felbuzdulva az idén is megrendezzük a Tarjáni Superliga elnevezésű kispás labdarúgó bajnokságot. Már 91 őszén felmerült a gondolat, hogy a vasárnap délutánonkénti önkéntes tömegsport résztvevőinek egy rendezett versenyszerű bajnokságot írjunk ki. A gondolatot tett követte, és 92 tavaszán óriási meglepetésre 11 csapat várt a bajnokság rajtját. A helyi csapatokon kívül több, más falubeli csapat is nevezett. Szinte az egész Tarján focikedvelő férfi lakosa vállalta a rendszeres testmozgást, és kapott helyet valamelyik együttesben, hogy próbára tegye tudását. A tavalyi bajnokság remek hangulatban zajlott, rengeteg izgalmas összecsapás lehetett látni, majd az évvégi sportbál pedig remek záróeseménye volt a sorozatnak. Úgy tűnik, az idei bajnokság, ha lehet, még fantasztikusabb lesz, hiszen nem kevesebb, mint 13 csapat verseng már a bajnoki címért és a sok felajánlott értékes díjért. A helyi csapatoknak az idén igencsak el kell, ugyanis a remek Tatabányai és Tardosi csapatok nagy ellenfelekké léptek elő. Külön öröm látni, hogy szinte minden csapat valamelyik helyi vállalkozó támogatását élvezi, és ez nagyban hozzájárul a bajnokság sikeréhez. Már 2 fordulón túl vagyunk, és azonos a vélemény, hogy az idén valóban szuper lesz a Superliga. A mérkőzések pénteken, illetve szombaton kerülnek megrendezésre, a helyi képújság rendszeresen közli majd a bajnokságú kapcsolatos információkat. Minden sportbarátot és sportolni vágyott szeretettel várunk! Thank you.
Március 18-án gráci vendégtanárok látogattak községünkbe. Az iskolában megtekintettek egy német órát, majd a Sziget vendéglőben a zeneiskolások, a tánccsoport és a Szuperminis Ramli műsorát láthatták. Thank you.
In der Schule haben Sie einen Deutschunterricht gesehen in einer zweisprachigen Klasse. Wir pflegen aber unsere Muttersprache nicht in der Weise, dass wir in der Schule sie unterrichten, sondern wir pflegen auch unser Brauchtum. Und eben deswegen haben wir für Sie eine kleine Überraschung vorbereitet, jetzt vor dem Abendbrot oder Abendessen. Sie sehen die Tanzgruppe unserer Schule, eine Musikkapelle von unserer Schule und eben die Jungs, die jetzt gespielt haben, sie sind Mitglieder der Musikschule. Musikschule haben wir seit 2 Jahren an unserer Schule. Das bedeutet bei uns, dass von Tatabana Lehrer, Musiklehrer von der Musikschule 2 Tage pro Woche nach Florian kommen, um unsere Schüler da zu unterrichten. Es sind 80 Schüler da, die unterrichtet werden und sie haben sie jetzt eben gesehen. Sie werden aber heute noch, wie gesagt, also die Tanzgruppe sehen und dann die Schulmusikkapelle, ja, die unterdeutsche Volkslieder oder Volksweisen, die da spielen hier. Ja. Ja, ich möchte Ihnen gleich die Musiklehrer vorstellen. Ja. Tobi, komm her. Er ist der stellvertretende Direktor. Ja, und dann die Ildiko, ich hätte mit ihr beginnen sollen, ja, sie ist Klavier. Thomas, du. Und auch Leningrad, ja, er wohnt aber da, also Petrograd, vielleicht ist das schon besser bekannt, ja, kommt der Sergei, ja, er war auch Sie sind unsere Musiklehrer und die anderen Lehrer, die werde ich Ihnen noch vorstellen, ja. Ich wünsche Ihnen eine sehr gute Unterhaltung und ich hoffe sehr, dass es Ihnen bei uns ein bisschen gefallen wird, ja. Bitte schön. Thank you.
Kinder haben das getan, ja, sie können es vielleicht sogar besser, ja, weil sie das schon so oft gemacht haben. Er ist Georg Steli, er ist unser Kollege, er arbeitet direkt an der Schule und unterrichtet Singen und er ist der Leiter dieser Kapelle. Er hat übrigens mehrere Kapellen, wir haben also nicht jedes Jahr eine neue natürlich, also, aber wenn die Alten von der 8. Klasse gehen, die Alten, sage ich, also mit 14, dann kommt immer der Nachwuchs. Und das macht für uns unser Kollege Georg Steli. Und mit dem Zillertaler Hochzeitsmarsch werden wir unser Programm, das Programm, heute beenden. Ich hoffe, dass es Ihnen ein bisschen gefallen hat. Und nachher wünsche ich Ihnen einen guten Appetit und für das Weitere einen schönen Aufenthalt noch dabei. Dankeschön. Március 18-án iskolánkat egy iskolaigazgatókból és szaktanácsadókból álló 24 fős gráci küldöttség látogatta meg. Látogatásuk célja a kétnyelvű oktatás tanulmányozása volt, melynek eredményességéről, céljáról és az oktatás eddigi tapasztalatairól érdeklődtek az intézmény német nyelvet tanító pedagógusainál. A látogatás során a vendégek részt vehettek egy német nyelvű történelemórán az 5. osztályban. Azt követően bepillantást nyerhettek a vendégek az intézmény kulturális tevékenységébe is. Iskolám tánccsoportja, Supermini együttese és a zeneiskola növendékei színvonalas műsorral mutatkoztak be vendégeknek, akik tetszésüket tapsal és elismerő szavakkal fejezték ki. Gratuláltak az intézmény oktató munkájához, és hagyományápoló tevékenységéhez, melyet példamutatónak és követésre méltónak minősítettek. Reméljük látogatásuk tapasztalatait továbbadják, ezzel is öregbítve iskolánk hírnevét. Kézilabda rajongók nagy örömére újra megkezdődött a bajnokság. Az idén nyitó MB2-es meccset a Tarján a Pénzügyőr ellen kezdte. Váráról indul újból az MB2-es kézilabda bajnokság. Köszönöm.
Ferencet, a csapat edzőjét. Jól mondom? Igen. Szeretném megkérdezni, hogyan készültek a bajnokságra, mik a elképzeléseik ebben az időben? Hát mivel a tornatermi adottságok olyanok, amilyenek, egy edzéssel készültünk, Tatányán a Rozsakerti sportcsarnokba, amióta az idő engedi, azóta kint tréningezünk, heti két edzéssel. Keményen alapoztak a fiúk, sok munka van bennük, hát nagyon remélem, hogy ki fog jönni valahol a mérkőzéseken. Az elképzeléseket behatárolja a játékos állományunk, ami pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a Robit bevitték Katonának. A Huber Tóninak kérdéses a munkahelye, hogyha ismét vissza kellene kívánni Németországba, két kulcsjátékosunkat veszítjük. Mindenképpen szeretnénk bent maradni. Ehhez a mai mérkőzés nagyon fontos, mivel egy kimondottan 4 pontos mérkőzésről van szó, mert az ellenfél a pénzügyőr együttes a 2 ponttal mögöttünk van. Tehát a kiesés szempontjából nagyon fontos, hogy ezt a mérkőzést hozzunk el a fiúknak. Tehát akkor te 4 pontos mérkőzésre vetted ezt a találkozót. 4 pontos mérkőzésre, és a fiúk is érzik, a héten keményen dolgoztunk. Érzik, hogy nagyon fontos mérkőzésről van szó, ami van benne. Hát az idő nagyon jó hozzá, reméljük sok nézést, ki fog fáradni a Tarjáni kézilabda pályára. Remélem a mérkőzésre igen is megnyitott tudni. Bízunk benne. Köszönöm szépen. Minden ott van. Kikapott ez egy kis bér. Szóval 21, 10, nem. 3, 10, 10, 10, 10. Nyugodtan! Nyugodtan, húzz körbe, nyugodtan! Nyugodtan játsszál, van időt! Így van, jó van a fiú, hogy oké! Nyugi!
Rázgatsad, baszki! Hát nem lehet mindent megmagyarázni vállalkozó! Sárgát, Laci! Meg a Laci! Igen! Ez még jó. Ez még jó. Harján! Vágy! Hát mi mozogj el! Gyerünk, gyerünk! El a gól! Miért a bolyba adjátok be mindig? 3-4-4-4 Jogos, jogos, megfogtad a kezét! Megfogtad a kezét, ne reklamálja! Így van! Ő van véve! Lényeg az, hogy attól függve, hogy ugye melyik csapat lesz, szerencsésebb az, hogy véleményem szerint a meccs. Innen kívülről nézve elég kemény a mérkőzés, gondolom nem tudom. A kézilabda mérkőzések, ugye azok nem kosárlabda, vagy valami, amikor test-test elleni küzdelem nincs megengedve annyira, de a szabályok kereteik között ezért, minden két csapat ezért, nem a testet, képséget nem a folyamatú együtt. A másiknak. Nagyon szépen tetszett, nagyon vállalom. Tarján, Tarján volt kézilabdasztatának tagját, jelenleg a kapatányát, NB1-dős kézilabdasztatának osztatos tagját. Örömmel olvasok az újságban, milyen nagy szerepel csapatotok az NB1-ben. Milyen eredménye szóltak eddig? Tegnap hogy játszottatok? Tegnap megkezdtük az elnökságot. Az első bajnoki közösségünk Siklós ellen volt. 6 góllal nyertünk. A Siklóson 5. helyezett volt most a bajnokságban. Hát a tavaszi egy úti idén 5. helyezettje volt. Hát, erre nem volt egy magas színű mérkőzés, és láttuk mind a két csapaton egy bajnoki felkészülés még nem volt véget teljesen. Hát még attól függ, hogy ugye ellenfelek akik második, mert harmadik helyen álltak, mit játszottak. Ha nyertünk, hát hogyha mi győzelmünk az most elég olyan fontos volt, akkor most kb. 5 ponttal vezetett a bajnokságban. Hány gólt dobtál? Hát most nem láthatom túl sokat, most egy új próba volt, egy új felvást próbáltunk ki. Most van egy gólt, egyet, aztán egy gólt. Mit tippelsz a mai mérkőzésre? Győzünk? A győzünk, hát végülis mindig így kell felvenni, pályára győzünk. Jól meg? Jó mérkőzés. Erre szerintem elég színvas, kemény játék, majd aki tovább bírja, az nem fog nyerni. Köszönöm szépen, tovább bírom. Köszönöm szépen. Nem lehet neki elég.
Megkérdezlek, mint Törzsgyökeres szurkoló. Győzni fogunk? 16-15 az eredmény állása. Biztos, mert benne van a csapat. Benne van, én is úgy érzem. És hajrá, Tarján! Köszönöm. Bírós Pori! Ilyen szarvas hibákat. Ilyen nem megy el a meccs. Ez a csapat!
Kárpáti Attilát, a Pénzügyőrese edzőjét. Mérkőzés után 23-23 az eredmény. Mi a vélemény a mérkőzésről? Hát elsősorban az, hogy nagyon nehéz mérkőzés volt. Mind a két csapatnak nagyon létfontosságú volt már az első fordulóban a bennmaradás miatt. Hadd mondjam, hogy nagyon boldogok vagyunk ennek az egy pontnak. Én úgy érzem magam részéről, hogy igazságos volt. Annál inkább, mert az elmúlt évi csapathoz képest nálunk 5 nagyon komoly játékos kiesett különböző sérülések miatt, és 5-15 éves gyerek játszott majd. Azért örülök ennek, mert ezek a gyerekek a különböző korosztályos válogatottakban már szerepelnek, és ezen a vidéki mérkőzésen is tudták mutatni azt, hogy végül is tehetséges, ügyes kis srácok. A önök csapatáról talán annyit tudnék mondani, hogy ha volna még egy olyan lövőjük, mint Árpi, akkor valószínűleg tartom, még sokkal jobban szerepelnének ők. Köszönöm az interjút, és további sikert kívánok. Köszönöm, hogy minden jót kívánok önöknek, és viszont. A TV adását látták. Figyelmüket megköszönve búcsúzom. A műsort készítették Grösl András, Miskovics Tibor, Brech József, Martin András, és a bemondó Heyman Katalin.
Kedves nézőink, Önök a Falu TV adását látják. Műsorunk tartalmából. Közgyűlést tartott a csatornamű társulás. Tarján község képviselőtestülete közmeghallgatást tartott a művelődési házban. Bemutatót tartott a tatabányai városi fúvósötös. A szülők szervezésében úszásoktatásban vettek részt az első osztályosok. Vasárnap lejátszotta az idény 16. fordulóját Tarján kézilabda csapata. Ellenfele a Gazdagrét volt. Első műsorszámunk. A csatornamű társulás intézőbizottsága beszámolt az elmúlt évi munkák eredményéről és a jó idő beálltával megkezdődő munkálatokról. Tisztelt csatornamű társulat, tisztelt küldött gyűlés, a Tarjáni csatornamű társulat nevébe nagy szeretettel köszöntöm egyrészt a megjelent tagokat, másrészt pedig Kis János urat az OMS Hungária részéről, mint kivitelezőt. Mai összejövetelünkre több vendéget vártunk volna, de én úgy érzem, hogy megjelenésükkel talán a rossz időjárás is akadályt gördített, másik részről pedig azt, hogy a tények birtokában vannak, tehát gondolok itt a jogi személyekre, olyanokra, mint egy Vippel Invest Hungária, aki az egyik legnagyobb részese, egy gyermekotthonra, aki ugyancsak 800 ezer forintos részvényes ebbe a társaságba. Ők már jóváhagyólag az első részt, ahogy mi megírtuk, ugye kifizették, az egyik a 100%-át fizette már ki az összegnek, a másik pedig már az 50%-át, tehát ők egyszer már tudomásul vették azt, hogy ők ennek a csatornamű társulatnak tagjai, és lehet, hogy különböző akadályoztatás miatt, mint nagy egység képviselői nem jelentek meg. Ennek ellenére jelenléti év alapján megállapíthatom, hogy mai összejövetelünk határozatképes, és kérem a tisztelt küldött gyűlést, hogy a napirendi pontokat, amit a meghívóban közöltünk, annak megfelelően tárgyaljuk a mai napirendi pontokat. Ezek a napirendi pontok, ezek a következők lennének. Még mielőtt a napirendi pontokra rátérnék, meg szeretném kérni a jelenlevők közül jegyzőkönyv hitelesítésére, és természetesen a küldött gyűlés jóváhagyását kérném hozzá, hogy hitelesítőnek először is a vezetésre Cillahó Lászlónét kérném fel, hitelesítőnek Treszl Andrásnét és Verli Andrásnét személyét szeretném megkérni. Úgy érzem, itt van valamennyi. Igen. Arra kérném a tisztelt taggyűlést, hogy aki egyetért ezen személyekkel, hogy a jegyzőkönyvet vezessék, illetve hitelesítsék, azt szavazzuk meg kézfelemeléssel, döntsünk e felett. Jó, köszönöm. Ellenvélemény? Tartózkodás nincs. Megállapítom egyhangulag, tehát, hogy a jegyzőkönyv vezetésével a fent említett személyek nevét elfogadtuk. A napirendi pontjaink azok a következők. Ugye az valamennyünk számára tudott, hogy az alapszabály értelmébe évente legalább egy alkalommal közgyűlés kell összehívnunk, és ezen közgyűlésre ugye a mai nap került sor. Javaslom a küldött gyűlésnek, hogy a napirendi pontokat a meghívó szerint tárgyaljuk. Az egyes napirendi pont a 92-es évi tervteljesítés, zárszámadás, beszámoló ismertetése és elfogadása. Előadója Gocsmid Istvánné, pénzügyi vezetőnk. Kettes napi rendi pontunk 93 évi költségvetés és gazdasági terv elfogadása, előadója ugyancsak Gocsmid Istvánné. Harmadik napi rendi pontunk az új tagfelvételi kérelmek, a tagok számának alakulása. Negyedik pedig az egyebek, amelyben az érdekeltségi hozzájárulás mérsékléséről lesz szó, és az intéző bizottság javaslatainak az elfogadásáról.
Amennyiben ezen napirendi pontokkal egyetértünk, vagy valakinek esetleg más javaslata van, hogy még vegyünk fel a napirendek közé, azt kérem, hogy jelezzék. Amennyiben pedig nincsen más javaslat, akkor pedig ezt ugyancsak ez nem formaság, tehát ez egy előírás, tehát szavazással kell eldöntenünk, hogy ezeket a napirendi pontokat a küldött gyűlés így elfogadja. Van-e más javaslat? Még napirendnek felvenni, vagy van akinek esetleg az egyebek napirendi ponton belül javaslata? Amennyiben nincs, akkor az itt általam említett napirendi pontokat kérem, akkor szavazzuk meg, hogy ezeket eszerint tárgyaljuk. Jó, köszönöm, ellenvélemény nincs. Akkor egyhangulag megállapíthatjuk azt, hogy a küldött gyűlés a napirendi pontokat ilyen sorrendben elfogadta. Én fel is kérném mindjárt Golcsmid Istvánnét, pénzügyi vezetőnket, hogy a 92-es évi tervekről, zárszámadásról és beszámolót ismertesse. 92 évi bevételei a következők szerint alakultak. A befizetett érdekeltségű hozzájárulások a jogi személyek által 1.675.000 forint lett befizetve, ebből 975.000-et a megyei önkormányzat és a helyi önkormányzat, és a Vittel Invest 700.000 forintot fizetett be, a magánszemélyek 50.000 forintot fizettek be 92-be. A központi céltámogatás összege 14 millió forint volt, az önkormányzati támogatás 5 millió forint, a beruházási fejlesztési hitelek összege 11 millió 200 ezer forint, a kamatbevételeink 43 ezer forint, az áfa visszatérítés összege 6 millió 217 ezer forint volt. Ez összesen 38 millió 185 ezer forint. Az elszámolt költségek következők szerint alakultak. Anyagköltség, ez nyomtatvány, irodaszer 1 ezer forint, kiküldetés 2 ezer forint, postaköltség 3 ezer forint, megbízási díjak 178 ezer forint, ebből 100 ezer forintot kapott a műszaki ellenőr, és a szakértői díjakra, ami a versenytárgyalás folyamán lett kifizetve, az 78 ezer forint volt. Alkalmi munkadíjra, ez a határozatok kihordására 8 ezer forint lett kifizetve, és ezeknek a fent felsorolt bérjellegű kifizetéseknek a társadalmi biztosítási járulék vonzata 82 ezer forint volt. Más vállalkozó által végzett szolgáltatások díja, az a pénzügyi vezető díjazása az 20 ezer forint volt. A bankköltségek 49 ezer forint, tehát ez összesen 343 ezer forint. A beruházások leszámlázott értéke december 31-ig 35 millió 379 ezer forint, ebből a beruházás lebonyolításáért 35 millió 3 ezer forint, hirdetésre 60 ezer forint, pénzügyi előszámításra 316 ezer forint lett leszámlázva. A csatornami rövid lejáratú tartozásai év végén 12 millió 762 ezer forint volt, ebből személyi jövedelemadó 36 ezer, a december havi megbízási díj 13 ezer, társadalombiztosítási befizetési kötelezettség 43 ezer forint, és a beruházási szállítóknak a tartozás 12 millió 670 ezer forint. A hosszú lejáratú tartozások összege, ami a beruházás és fejlesztési hitelekből áll, az 11 millió 200 ezer forint. A követelések, itt az áfa visszaigénylés önszámításban, az 2 millió 630 ezer forint. Amennyiben a közgyűlés elfogadja, akkor szavazásra tenném fel ezt is, a 93 éves költségvetést és gazdasági tervnek az elfogadását. Amennyiben egyetértünk vele, akkor kézfelemeléssel szavazzuk meg. Köszönöm szépen! Az érdekességi hozzájárulás mértéklésén és mértékének csökkentésén a következőket értjük. Annak idején 50 ezer, azaz 50 ezer forintba egyeztünk meg lakónként a hozzájárulás mértékébe. Ezt az intőző bizottság javaslatára úgy határoztuk el, hogy csökkentjük ezt az 50 ezer forintot. Abban az esetben, ha valaki idén 93. december 31-ig befizeti, akkor 10 ezer forinttal csökkenteni tudjuk, és így a befizetés összege 40 ezer forintra módosul annak, aki idén december 31-ig egy összegbe befizeti. Erről döntenünk kell, ezt a tagságnak kell most, hogy jóvá hagyja,
hogy 10.000 forinttal csökkentjük. Amit még hozzá szeretnék tenni, hogy ebből a 40.000 forintból 15% központi támogatás címén még 6.000 forintot visszafizetünk, tehát gyakorlatilag az, aki egy összegbe december 31-ig befizeti, annak 34.000 forintjába fog kerülni a csatorna mű megvalósítása. Én úgy érzem, ez egy nagyon kedvező és egy nagyon humánus dolog. Aki teheti, arra kérem, fizesse be ezt az összeget, természetesen azután, miután a közgyűlés ezt szavazatával jóvá hagyta. Ezért most arra kérem a tisztelt közgyűlést, hogy a következőkről szavazzunk, tehát az intéző bizottság javaslata alapján, mely december 10-én tette meg ezt a javaslatot, a következőkre kéri a tisztelt közgyűlést: Tarján Község Csatornamű Társulat intéző bizottság javasolja a küldött gyűlésnek, hogy azok a magánszemélyek, akik 1993. december 31-ig befizetik az érdekeltségi hozzájárulást, azok 40.000 forintot fizessenek. 10.000 forint engedményt kaphassanak. Arra kérem önöket, most tehát a 10.000 forintos csökkentés felett kell szavaznunk, ami azt hiszem valamennyiünknek nem lesz olyan nagy dolog, hogy erre szavazzunk. Tehát nem emelésről, hanem csökkentésről van szó. Igen. Na most, Zsiga, ebbe az 50.000 forintba, vagy a 34.000-be, nem tudom melyiket választod, a kapu, tehát a telkeden belül, egy méterre, igen, kapsz egy aknát. Ugyanúgy képzeljed el, mint a vízmű, amikor beköti a vizet, belül a vízóra aknádig, egy ilyen jellegű aknát fogsz kapni, tehát más kivitelbe, ugye, és arra belülről már te kötsz rá. De, Zsiga, még azt szeretném, annak idején kaptunk mi egy olyan ígéretet is, abban az esetben, ha kiássuk ezt, a csöveket megvesszük, akkor a szakszerű bekötést és a többit, azt még a cég elvégzi. Nagyobb számú jelentkezés esetén, hogyha erre sor fog kerülni, akkor csinálunk egy olyat, hogy feliratkozunk, és mindenki jelentkezik, hogy nekem 100 méter kell, vagy 20, stb. Stb. Felírjuk, és utána egyszerre megrendeljük, és én úgy érzem, hogy az is költségcsökkentő lehet. Igaz, János? Úgyhogy, és akkor nem kell mindenkinek egyenként vinni a csöveket, hanem egy helyre elhozzuk, és akkor onnan... Jó, köszönöm szépen. Igen? Igen. Nem. December 31-ig, János, fizetheted 5000 forinton, ahogy tetszik. Tehát, hogy végig meglegyen. Pont az előbb volt itt egy tagunk, aki már 5800-at befizetett. Az 5800-ra is visszajár ez a 15%. Így igaz. Mindegy, hogy milyen részletekben, János. Gábor? Ismertetné a falunak a csatornázását, hogy meddig alatt a hogy mik a tervek, és János. Az ez mindjárt az életben. Így igaz. Jó? Hát jó estőt kívánunk mindenkinek. Hát tavaly 35 millió forint volt betervezve csatorna építésre, október közepén kezdtük el a munkát. Konkrét csatorna építésben 4 km hálózatot fektettünk le. Ez körülbelül 18 millió forint értékben, az egyesség szerint, vagy szerződés szerint. És idáig körülbelül 19-20 millió forint értékben vásároltunk be anyagot. Tehát tulajdonképpen a fölvet, vagy elszámolt 35 millió forintról centire, méterre el tudunk számolni. Tulajdonképpen a község csatornázáshoz szükséges összes csőanyagot már megvásároltuk. Az átemelők építésének az anyag szükségletét megrendeltük, egy részét már leszállítottuk, és április első hetében, 5-ével kezdjük el a munkát, hogy idén mennyit tudunk megépíteni, mennyi hálózatot, az már nem rajtunk múlik, 4 brigáddal fölvonulunk. Tulajdonképpen képesek lennénk az egész csatornát megépíteni a faluba idén,
Ez attól függ, hogy milyen lesz a pénzügyi rendelkezésre állás. Hát ebben már bele szól a szennyvíztelepre igényelt állami támogatásnak a megadása, vagy az elhalasztása 94 évre. Mi azt tervezzük, hogy körülbelül egy hónap, másfél hónap alatt behozzuk a tavalyi lemaradásunkat, és onnantól kezdve májustól tulajdonképpen már az idei terven fogunk dolgozni, június, július, augusztus elejéig meg tudjuk építeni az idénre tervezett mennyiséget, aztán ha lesz pénz, akkor még a jövőre tervezettet is be tudjuk építeni idén. Ha minden jól összeállna, akkor valószínű az idei év végére a község csatornázását befejeznénk, és 94-re csak a szennyvíztisztítóval építésre. Kérsz. Tudom, szeretnénk senkinek problémát okozni, el tudtuk volna kezdeni a munkát már egy hónappal ezelőtt, de az őszi tapasztalatokból okulva, hogy a sárban nem igen tudunk tarjánba jól dolgozni, elég sok problémát okoztunk, inkább megvárjuk, mi egy kicsit felszárad a talaj, aztán akkor fogjuk a munkát kezdeni, valószínűleg itt a fő utcán egy vagy két brigáddal, meg ezen a felső részen szeretnénk, ahol már elkezdtük befejezni, és akkor úgy mennénk a falunak a másik oldala felé. A tervek kész vannak, a csatornahálózatra és a szennyvíztisztítóra is. Hát az állami féltámogatásra a pályázatokat benyújtjuk újra, amire kell a csatornahálózat, meg az önkormányzattal közösen. A szennyvíztisztítóra is kérjük még állami támogatást, ügyügyi alatt támogatást, meg egyebeket. Reméljük, hogy összeáll a kép, és jövő augusztus 20-án komplett az egész munkát vállalási áron át tudjuk adni a községbe. És még egyszer, még mielőtt elkezdjük, mindenkitől elnézést kérek, ha problémát okozunk, de komolyan mondom, hogy nyugodtan az önkormányzatot bemennek ott. Akinek problémája van, vagy aki úgy tapasztalja, hogy az embereink nem úgy dolgoznak, ahogy a községbe tetszik, vagy valaki nem úgy viselkedik, ahogy az embereknek elfogadható lenne, akkor nyugodtan menjen be az önkormányzathoz, ott tehet panaszt, és mi azt le fogjuk rendezni. Köszönöm szépen. Köszönjük. Amennyiben nincs, úgy megköszönném a megjelenést az intézőbizottság magam nevébe, és arra kérem önöket, hogy bejelentéseikkel segítsék egyrészt a építőket, és vigyázzák a mi tulajdonunkat, és valamennyi bejelentést megszívlelünk, mert ez a miénk, ez nem a polgármesteri hivatalé, ez egy közös mű, és erre közösen kell, hogy vigyázzunk. Én arra kérem önöket most a csatornamű társulat közgyűlését befejezni. Március 29-én szinte egy időben zajlott a csatornamű társulás közgyűlése és a közmeghallgatás. Mindenkit érintő téma volt a falu távlati rendezési terve, amelyet Aldorfer Csaba, az önkormányzat építésügyi előadója ismertetett. Más egyéb a községet érintő kérdések is szóba kerültek, amelyeket a faluért tenni akaró polgárok vetettek fel. Hány szót az intézmény területekről, illetve intézményekről? Igen. Tessék beljebb jönni, van itt elől még hely. Tehát az intézmények vonatkozásában a következő változásokat tartalmazza a rendezési terv. Egy szabadidősport terület, esetleg lovasbázis létrehozását tervezzük a község déli részén. Ezt majd meg lehet nézni utána a terven, mert ez egy elég értékes, szép fekvésű és jó fekvésű terület. A Vadász utcától délkeretre lévő tömbelső területét tartalék intézmény, illetve lakóterületként szerepeltették a tervezők a rendezési tervben. Az iskola melletti most jelenleg az OMS Hungária tárolásra használja ezt a területet. Azon a területen egy intézmény terület alakul ki, ahol kereskedelmi, vendéglátó és szolgáltató létesítmények nyernek elhelyezést. Ezt elég igényesen kell kialakítani, tekintettel arra, hogy a községnek értékes része,
építészeti szempontból és a közelében található a műemléki templom, a katolikus templom. Iparterület kialakítását lehet bővíteni még, ahol a Wipper Invest Hungária építkezik, mindenki tudja, hogy hol van. Az újabb ipartelepítéseket ott lehetne folytatni. Azonban van egy olyan elképzelés, hogy a svájci kerékpár összeszerelő az a község belső területén, a Kiskert utca mellett létrehoz egy nagyobb üzemet. A Tatai úton lévő építőanyag telep megszüntetését javasolták a tervezők. A temetőt annyiban éri változás, hogy a lakótelkektől mért 50 méter távolságban temetni tilos. Ez egy védőtávolság, amit alkalmazni kell. A község 18.-19. századi magját, település szerkezetét beépítés vonatkozásában helyi védelemre javasolják a tervezők, ez a Rákóczi út, Picskei út környéke, és ott, hogyha tovább megyünk, ott van a Körpince, ez szintén védelmet élvez. Ennyi lett volna, ami az intézmény területet érinti. Esetleg javaslom, hogy jöjjenek közeled, és itt mutogatnám a lakóterületeket. Hát, még egy pillanatra, mielőtt valamennyien, tehát itt a Csaba felsorolt, tehát gyakorlatilag amiről szó van, Csaba egy kicsit halkan mondta, mert ő mikrofonhozva van szokva. És meg vagyok fázva. És meg van fázva. Tehát, itt kint a... Milyen utca az? Rákó, Rózsa, vagy az a Fős utca? Rozmarin utca végéig, ugye az belemegy a... Milyen távlatokat? Nyárasba. Tehát a Rozmarin utca végén lévő kertek végébe ott van egy 7,5 hektáros területünk. Ott az a kimegy egészen az erdő széléig. Oda egy első lépésben, mondott a Csaba, ugye? Azt meg tudod mutatni a térképen. Egy lovaspálya alakulna ki azon a részen ott, igen. Ez lenne az egyes számú valami, ez megint idegenforgalmi szempontból lenne nagy jelentőségű számunkra, és bízunk benne, hogy ha ebből lesz valami, akkor ezt meg is tudjuk valósítani, de a tervezők nagyon jónak találták, és javasolják az elfogadását. A kettes számú pedig az lett volna, ugye, itt az iskolánál, itt van a mozi még, a mozi öreg épülete, a volt pártház, a Monc néni. Na most ebből már csak a Monc néni háza, nem az önkormányzaté, a többi, a kert, meg minden az már az önkormányzaté. Gyakorlatilag ide egy bevásárló központot, vagy egy nagyon szép valamit szeretnénk kialakítani egy térrel, hogy valóban ez egy szép színfoltja legyen a falunak. Tehát ez a kettes számú valami, amit szeretnénk hosszú távon, és amit javasolnak a tervezők. Akkor az iparterületet. Ugye annak idején a puszta szőlőt azért javasoltuk az osztráknak, hogy iparterülettel ne a felső részét szennyezze a falunak, ha esetleg szennyez, de szennyezés kizárt, mert környezetvédelem betartása szigorúan előírt feladat. Ha esetleg valaki még olyan jellegű iparral szeretne jönni, ami esetleg zajosabb vagy valami, a puszta szőlőnél, tehát az osztrák mögött, ott további vételi lehetőségek vannak, abban az esetben ugyanilyen feltételekkel ugye a lakók a saját tulajdonukat képező ingatlant eladják. Tehát az ipart oda szeretnénk telepíteni. A svájci, az itt van a volt gépállomás helyén, ő ígéretet tett, hogy 2 éven belül, most az első év, most március 1-én fog járt le, olyan irányú ígéretet tett, hogy 2 év türelmi időt kér, és 2 éven belül fog nyilatkozni, hogy megépíti-e azt a nagy, egyemelet magas, 180 méter x 30 méteres csarnokot, amiben közel 40-50 embernek fog munkát adni. Ez annak ellenére, hogy egy lakóterület közepébe épülne be,
egy olyan korszerű üzem, hogy valóban, tehát nem szennyezni a környéket, és a legszigorúbb svájci környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerülne megépítésre. A rajzokat, a megfelelő leírásokat már leadta, az építésvezetőnknél van, egyrészt magyarosítás véget, másrészt pedig fordítás szempontjából. Én bízom benne, ha esetleg a bankok is úgy állnak a svájci kerékpárgyáros mögé, hogy abból lesz valami, akkor ott egy korszerű szép üzemet tudnánk csinálni. Abban az esetben, ha nem lenne ott semmi, hangsúlyozom, akkor azt a térképet hoztuk el, amit majd építésvezetőnk meg fog mutatni, mert azon a térképen az a tövál és az a környék része az építési területnek lesz kijelölve, ott még különböző utcák, majd a rajzon meg lehet tekinteni, körülbelül hány házhelyről le van ottan szó. De egy 50-60 házhely kialakításáról biztos. Úgyhogy akkor azt fogjuk ott csinálni, akkor sem elveszett a község számára az a terület. Akkor javaslat volt itt még, ahogy hallottam, a Tatai úton lévő, milyen kereskedés az? Fatelep vagy valami, annak a megszüntetése, és a temetőnek a 50 méteren belül, tehát a védőtávolságnak a betartása. Hát én bízom benne, most már három orvosunk van, a temetőben nem sok gondja lesz a temető gondoknak, úgyhogy azt a távolságot biztos be tudjuk tartani, és a temető elég lesz a falunak. Más? Csaba, most jönnének a lakótelepek. Most jönnek a lakótelepek. Tehát lakóterület alakulhat ki, és már alakul is a Csalogány utca folytatásában. Itt 24 ház kerül kiadásra. Csaba, itt akkor megállunk, tehát a Csalogány utcai házhelyekkel kapcsolatban, aki esetleg nem olvasta a hirdetést a tévébe, ugyan már lassan két hete megy, tehát a Csalogány utca szembe oldalával, tehát a páros oldalával, ha úgy tetszik, vagy ez a páratlan, páros, 24 darab házhelyet alakítottunk ki. Annak idején, amikor a lakóktól ezt megvásároltuk, olyan irányú ígéretet tettünk, hogy elővásárlási joguk van azoknak, akik felajánlották ingatlanjukat, az ott lévő kis földjüket az önkormányzat részére, hogy azoknak biztosítunk ott házhelyet. Ezt az ígéretünket tartana is szeretnénk. Amit még el szeretnék mondani, ott a házhelyek komplett közművet élveznek, tehát csatornát beleértve, és az egységárat a képviselőtestület 300 forintba határozta meg négyzetméterenként, de hangsúlyozni szeretném, ebben már benne van az 50 ezer forintos csatorna mű díj is. Úgyhogy, tehát akkor ez az egyik lakótelepünk. Amit még el szeretnék mondani, 24 házhelyből körülbelül 17-18 már vevőre talált, tehát jelentkező már van rá. Az itt jelenlevőket kérném meg, hogy mondjuk el a lakóknak még, tehát akinek igénye van, jöjjön, jelentkezzen, nehogy az legyen a végén, hogy lemaradt. Köszönöm, Csaba, tovább. Újabb lakóterületek lennének kialakíthatóak a Rákóczi utca és a Csalogány utca közötti részen. Itt egy új utca nyílna. Szintén új beépítési lehetőség, bár nem túl jó terület, a Jókai utca hátulja, kert végei. Itt azonban csak előzetes talajmechanikai vizsgálat alapján megfontolandó, hogy itt kialakuljon a lakóterület. Az Ady Endre utca és a Jókai utca között is lehetne a kert végekben egy utcát nyitni, ez szintén szerepel a rendezési tervben. A Kiskert utca folytatásában, amennyiben nem épül meg ez a svájci csarnok, ott is kialakítható lakóterület. A Kistarjánban is a telekvégeknél lehetne egy kétoldalas utcát csinálni. Ugyancsak kétoldalas utca nyílhatna a községbe bevezető Vájár utcáról, ahol már el is kezdődtek ilyen törekvések. Ezt azonban akadályozza az, hogy az önkormányzatnak meg kellene vásárolni itt a telekvégekből bizonyos területeket, és ez nem megy görbülékenyen, úgyhogy egyelőre ez még hosszabb távra kell becsülni.
egy értékes terület, erről beszéltünk már az intézményeknél a délnyugati részen, talán úgy lehetne megfogni, hogy a Nefelejts utca folytatása, illetve a Rozmarin utca hátulja. Itt szabadon álló beépítés, tehát egy lazább beépítés lenne és igényesebb házakkal. Röviden ennyi lett volna a lakóterületek ismertetése. Tehát akkor amiről szó volt... Jó, a... még egyet elfelejtettem. Ez a Sziget Panziónál most egy gyalogút megy be jelenleg, ott egy egyirányú utcát lehetne az árok nyomvonal korrekciójával létrehozni, és ott is kialakulhat egy-kettő, közel 10 házhely. Tehát a Sziget vendéglő mögött, ugye ahol jön az zárok, milyen utca az? Patak köz. A Patak közzel párhuzamos oldalon, ott a kertek végében. Jó, tehát amit látják, házhely jövőt illetően van bőven, csak építkezőre van szükség. Úgyhogy én bízom benne. A kövesek felkészültek rá, és alig várják a megrendelést. Ha esetleg valakinek van még javaslata, vagy ajánlata, hogy mit kellene még, esetleg, vagy mit javasolnának még esetleg házhely kialakításra, vagy esetleg az ezzel kapcsolatos tervekkel kapcsolatban van neki jobb ötlete, szívesen vesszük, mert ez nem végleges terv, ez egy ajánlat, de el kell, hogy döntsük, hogy mi lesz a falu végleges sorsa, és ehhez hívtuk Önöket, és köszönjük, hogy megjelentek. Igen? Iskolából az Ulyanok-féle hármas vetésfordulóra, az ilyen egy méter magas ege volt, azzal a mai világban semmi se gond. Tehát azt egyszer felszántják, leviszik a talajt, kész. Az árakat ott úgy kell meghatározni, hogy történetesen a mai világban valaki nem akar kiskertet, nagyon ideális. A Csalogány utcaira gondolsz, Zoli? Általában, mert azt hiszem, hogy mert többeknek van ilyen tapasztalatok, hogy a szélesebb vonal jobban kihasználható, jobban telepíthető áll. Igen. Inkább rövidebb, mert szélesebb. Igen. Na most, Zoli, mivel hogy itt a terület adott volt maga, tehát ebbe az esetbe, tehát a Csalogány utca szembe oldaláról beszélünk, most ott abszurd dolog lenne, érted, hogy azt mondanám, hogy csinálok egy 30 méteres utcafrontot, és akkor félig csinálom, tehát félig eresztem le a telket, és a többivel mit csinálok? Ha meg azt mondom, hogy valóban csinálok egy 30 méteres utcafrontot, és hagyom teljes hosszába, ki kell számolni, hogy most 16 vagy 17 méter, vagy 18 méteresek, így is kijön 1134 négyzetméter, vagy 1000 és 1100 négyzetméterről van szó, ez 300 ezer forint. Most úgy el kell képzelni, közel a duplája lenne, tehát egy félmillió lenne a telek. De ez így igaz. Így igaz, Zoli. És az a más terület pedig az, a, merre van a vippel? Így igaz. Így igaz, Zoli. Ha ezt megnézed, itt már egy olyan irányú elképzelésünk van, a telek szélesség 24 méter széles, és 50 méter hosszú csak. Ez itt van, Zoli. Ezt méreteivel lehet itt majd látni, hogyha kijönnek a megjelentek, hogy, és itt pedig azt szeretnénk, hogy nem a határra az építkezést, hanem középbeépítéses, hogy valóban ilyen ligetszerűen menjenek el a házak egymástól, hogy... És akkor még egy megjegyzés, tehát az úttal kapcsolatban, jól tudom, hogy lehet, hogy probléma most még a volánnal közlekedés. De azért azt nem szóval kizárni, hogy itt egy lehetőség van, hogy azért levegősebb, ott, ahol lehet. Zoli, itt a községrendezési terv, az tárgyal egy ilyen tervet is, ugye, ami egy régi vágyunk itt, a Gyula barátommal. Hol van itt a
bejövő mutatatabánya, hogy magasnál megcsapott? Nem a megkerülő, vagy a bejövő, a Ferének, ez a Ferének a háza? Az. Tehát, ha itt belemennének a telek tulajdonosok ezek, ami most zárt kert, jegyző, zárt kert, ugye? Na most, ha ezek a telek tulajdonosok, mi már tettünk egy ilyen irányú kísérletet, ha itt belemenne ez az oldal, akkor minden további nélkül itt meg lehetne hozni, és hátul a Török hídon el lehetne hozni, és így a Rákóczi úttal meg lenne ez a kör, amiről beszélünk. Tavaly tettél nekik egy olyan ajánlatot, hogy a szemlomörök, hogy játszott, hogy azt felhasználhatnánk, ott a Neferencsúci szem igen. Ami most focipálya. De mi ezt már tavaly meg is csináltuk volna, igaz csak 9 házban, de mind a 9-en beleegyeztek volna, hogy összeállunk és megcsináljuk. De addig azt nem tudjuk megcsinálni, amíg ugye mindig kijes szántanak, meg ott az út, minden. Meg lehetne ezt a oldali, hogy kimérni, hogy mi hova tehetnénk a játszótérbe, a hintzákat, vagy egy ilyesmiket. Ez egy tipikus építésvezetői feladat, és örülök, hogy most teszed fel. Csaba, ez az a Ne felejts utcai téma, tudod, ami ott, ahol mindig lejjebb jönnek, meg kell beszélni, és akkor valóban a gyerekeknek vissza kell adni azt a teret. A játszótér továbbra is áll, a játé vagy a berendezések, a hinta meg ott várja a gyerekeket. Ezt meg is csinálnánk szépen, rendbevágnak. Ibolya, változatlanul áll. Talán a fiúknak nem kéne minden évben focik, kapufát csinálni, mert minden évben kiszedik, vagy kevés egy gyújtós, vagy valami. Most vasból csinálunk egy ilyen. Helye is. Ez a Szeszközdétel majdnem szemben kerül elhelyezésre, 100 méterre a Pincesortól és a Körpincétől. Ez szerint a terv szerint, nem tudom, ez valóság. Nem megyünk túl hátra? Azt hiszem, hogy nem. Hány méterre megy be? Körül. Tehát nem tudom, hogy valamennyiünk számára ismerte. A Csalogány utca egyenes kihosszabbításába, ugye? Itt van a kereszt. Itt egyenesen, tehát mintha tovább mennénk, körülbelül 100 métert bemegyünk itt pont a dombtetőre, és ott a hegynek a gyomra lesz kivéve, ugye? És oda lesz belehelyezve ez a tisztítómű. Gyakorlatilag kívülről egy kis épület látható csak. Tehát nem látható különböző nagy ilyen művek. Minden a földbe lesz. Egy rács lesz rajta, olyan, amilyet Ausztriában láttunk, és egy kis kezelőház, ahol a kezelő személyzet fog a műszereket kezelni, tehát akkor gyakorlatilag, ahogy a János mondja, hogy körülbelül 100 méter mélyen. Jó, tehát erről van még szó, ha esetleg ezzel kapcsolatban van valakinek valamilyen. A pince tulajdonosok, ami a Feri, nem tudom, elmente már, itt van még, azaz, tehát a Ferinek ez volt a... Jártasé? Ja, szerint nem lehetett a túlsó oldalra menni. A hídon túl. Oda kerül. A hídon túlra kerül. Igen. Még követték a községbe. Ez a, nem a községbe van. Hát miért nem? Hát ott, hogy van meg lehetnek a ház. Nem? Hát ház helyenek a szállatban, nem? Mely? Jöjjön, odaadom a szemüveget még. Odaadom a szemüveget. Ezen egész másképp látja a világot. Komcsa meg helyet. Hát most nekünk nem kell mondani, mert látom a gyűrűt, hogy fekszenek. Hol? Van ahogy gyűrűk? Már ott van 3-4 gyűrű. Igaz? Trózás. Nem, az átemelő gyűrű lesz, az nem a tisztító. Tessék, nem. Ugye ja, most érdem még csak. Tessék, maga úgy gondolja, hogy oda a Stark Andráséknak a kertjébe. Igen. Nem oda lesz. Tessék, nem a Stark Andrásnak a kertjébe, hanem a túlsó felé. Így igaz, a túlsó felé. De nem oda lesz. Tessék, ide nézni. Itt vannak ezek a gyerek most. De miért nem lehet, hogy köröstök fognak is? Hát az lesz, köröstök. Itt még, hogy egy hamarőt is így körülni. Érted? Tessék, nézze meg, ez ide jön le. Meg itt a pálinka főzőben majdnem szemre. Itt van ez. És itt van a pálinka főzőben. Lemegyünk, majd megmutatom magának. Én tisztában vagyok, az egyes dolog. Mikor jött ez? De. Rá. Ez volt. Olyan egy hónap is. Érted, ha olyan egy hónap, hogy nem lehetne köröztük fogni, akinek megérteni. Tehát körülbelül lehet
és akkor nem tűnt, hát tudták volna csinálni. No, esetleg ha János... Hogy ilyen? János bácsi, lemegyünk, én elviszem magát, együtt oda megyünk a vezetővel, és megbeszéljük. Jó? A helyszínen kell ezt látni, mert a térképen én se ismerem ki magam. Jó, nem, én úgy érzem, hogy a János bácsi ott ért félre bennünket, hogy már látott ott gyűrűket, de az csak az átemelőnek a gyűrűje a Csalogány utca végén. Tehát a János bácsi azért mondja, hogy miért nem lehet a hidon túlra vinni, ugye? Hát a hidon túlra kerül, János bácsi. Múlt csütörtökön délelőtt ott voltam az élelmiszerpult előtt, iskolás gyerekek járnak óvodát, tudjuk ott meg, Esztergom felül jövő úton, és rászántam egy másfél órát. Az alatt az idő alatt 13 autó elvett, turván az én elnézésem, az én ismertet egy srác. A 110 vagy 115 vagy 120 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 vagy miért nem lehet egy olyan táblát tenni lakott terület, mindenki tudja, aki autóval közlekedik, hogy 50 kilométer, igaz? Igen. Kérlek szépen, azt sürgősen el kell intézni, mert másik rövidesen egy haláleset vagy egy súlyos baleset előállni. Jó. Köszönjük Jóska ezt a bejelentést, ez egy régi veszőparipám nekem is. Én egyet szeretnék mondani, táblával még nem csökkentettek sebességet sehol. Tehát hülyeség ellen nincs orvosság, én ezért azt akarom mondani, ezek a fekvőrendőrök, meg azok, amik nekünk vannak most, ezek a KRESZ által újra szabályozott fekvőrendőrök, meg különböző, itt sajnos olyan dolgokat, tereptárgyakat kell beépíteni, amivel valóban az elsőre rámegy és kiveri a volán a fogát, hogy rájöjjön, hogy valóban sebességet kell csökkenteni. És ha visszaemlékszünk, hogy az alpolgármesterünk nem a mostani falugyűlésen, egy évvel ezelőtt, ugye, amikor bejelentés volt, hogy rengeteg a gödör az úton, meg hogy ki van járva, meg tiszta gödör Tarján útjai, azt mondta, ez a legjobb sebességcsökkentő. Komolyan. Akkor még a Béke utcába csak arra szólva lehetett elmenni, lehet, hogy ez volt a legjobb sebességcsökkentő, de most már a környék falvaiban azt hiszem, hogy Oroszlányba csinálják ezeket a fekvőrendőröket, 30-at vezettek be falun belül, és bebetonoznak az útra keresztbe egy ilyen sávot, mint az asztal. Tehát oda rámegy, lépés bele, még le se hajtott, jön a következő, és így kell. Sajnos ezt így kell csinálni, és akkor a ifjúságot kordába lehet szorítani. Ismerek én is közvetlen közelemből ilyen ifjúságot, úgyhogy tudom azt, hogy mi a sebesség meg. Szerintek ezek van ott van körben, saját tapasztalatom. Igen, Jóska. Azt, hogy itt mi meg, ott mennek az óvodás gyerekek át, jó, itt a rendőrséggel szemben van egy elfetszett gyalog átkelő hely, igaz? Igen. A másik felé nincsen. Kérdezettem az ember, hogy megáll, mert csodálkozik, hogy hogy jönnek az autók. Hogy jönnek? Kérdezettem a 100 kilométeres sebességgel sem, úgy jönnek keresztül. Igen. Jóska, erre vissza... A rendőrség felé nem lehetne jelenteni, úgyhogy kérlek szépen, hogy valami olyan kitalálnak, hogy a valóságot a helyes út, amikor jön fölfelé bevérni, és utána megküldett úgy, hogy kérlek szépen igen. Jóska, mondom, tehát rajzaink vannak erről, nem tudom, Csaba, átnézte, de milyen elképzelés? Még egy más momentumot is szeretném. Igen. Tehát a rendőrség felé írásban jeleztük azt a kérésünket. Jóska. A Komárom megyei rendőr főkapitánysághoz írtunk egy levelet hivatalosan, amelyben azt kértük tőlük, hogy azokban az időszakokban, napszakokban, amikor gyerekek közlekednek, tehát reggel és délután, meg este, meg amikor a bevásárló forgalom van, sűrűbben küldjenek trafipax autót erre. Ők is csak ezt tudják megtenni, és akkor már a látvány is rákényszeríti az embereket arra, hogy csökkentse a sebességet. A hivatzik volt előtt napon, hogy hetekben 3 kilométer, de mindig csak ott is nem na most ha ebben én már nem tudok beleszólni, mert ő a rendőr. És mindenki zsinórba megbüntette, mindenki végül. Vagy ezért nem zárva le az autót, meg ilyen szóval. Szóval nagyon sűrű van kint a rendőrség, de szóval mondom,
Jóska, itt olyan dolgokat kell beépíteni, mivel nem tudsz gyorsan menni, érted? Akkor nem kell rendőr. De mondom, vannak erről rajzaink, van egy olyan irányú elképzelés, akik jártak annak idején még a bécsi bevásárlókörutakon, itt Nikkelsdorfnál meg minden, középre egy fasávot beültetni, hogy az útra. És vannak ilyen elképzelések, én bízom benne, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Ezt már nem, de egyszer a kutya ügyben. Egyszer nem, de éjszak aludni, mert van egy pár gazd, aki nem valami, de tudják otthon tartani. Igen, most ezzel kapcsolatban Tatabányának, ugye van ez a Sintér, egy KFT, aki ezzel foglalkozik. Kati, vegyük jegyzőkönyvbe, kihívjuk őket, és biztos, hogy jó fogás lesz. Rengeteg kutya van. Javasolhatok egy időpontot reggel 7 óra és 8 óra között. Amikor... A kiparti kellett, hogy 4 kutya jár, a gyerekek bejönnek, hogy kísérjük őket le a sarokig, de nem mennek az iskolába menni. A sarlát felének a kutyája naponta kint van, vagy kinyúl a kerítés föl. De nem csak a gyerekeket, a felnőtteket is megint. Hát, még a kerítés előre... Na rendben van, de ha kinyúl a kerítés előre, akkor éppen elmondom. Az a kié, mondja csak, tudom. Igen. Úgyhogy én bízom benne, hogy ezen a téren is előre tudunk menni, de mondom, ezeket meghívjuk, és akkor abban az időpontban, úgy ahogy mondtad, reggeli órákban szedjék össze őket, és... Gázprogramban kapcsolatban valami újabb információt. Mi lesz? A ja, gázprogramról. Igen, ez is témája lett volna a falugyűlésnek. A gázzal kapcsolatban a tervek folyamatban lesznek, engedélyünk már megvan, tehát rácsatlakozhatunk, kiviteli tervünk még nincs. Bajna polgármestere vette ezt kézbe az összes település nevébe. A gáz az úgy fog alakulni, hogy Bajnától felbenve a dombra, ugye Nagysáp és Bajna között, ott megy keresztül a gerincvezeték Győr irányába, ott csatlakozunk le, akkor rá lesz kötve Bajna, én csak azt a részt mondom, ami rá lesz kötve, mert tehát Bajna, Héreg, Tarján, Vértestolna és Tardosbánya erre az ágra, ez érint bennünket. Ami még lényeges, a gázvezeték a nagyfeszültségi stenderek alatt fog eljönni. Ennek az az olcsóság, hogy ez az a terület már egyszer ki van állítólag sajátítva, hogy annak a nyomvonalán el tudják hozni, tehát az nem kerül újabb kisajátítási, meg mit tudom én, ágazatváltási, meg különböző dolgokba, tehát hogy azt a területet használják fel. Tehát ha a stender vonalát elképzeljük, akkor ott fellül, itt a Bajnai hegyen érkezik, Héreget balról kerüli meg, itt a két ház magasságába fog Héregre rácsatlakozni, utána jön tovább, és mi pedig a Feketekő irányából fogjuk hátulról megkapni. Tehát a gázvezeték az innen fog megmenni. Előszámítások szerint egy 50 és 60 ezer forint között fog ez megállni, ha ez megvalósul. Ehhez amennyiben ezek a tervek el fognak készülni, megint a lakosság hozzájárulása kell. Amit el szeretnék mondani, ez nem csak az a 60 ezer forint, és itt estek sokan kútba, nem akarok lebeszélni senkit, nekünk ezt a lépést meg kell tenni tervezés szintjén, a lehetőséget, ha nem is a mi időnkbe, már a mi mandátumunk idejében, hanem majd a következőket, vagy azokat követőeket figyelembe véve, tehát a lehetőséget nem szabad kizárni, hogy most mi azt mondjuk, hogy ide Tarjánban nem kell gáz, igenis kell, ez lesz a jövő, ez lesz a környezetvédő. Amit tudni kell, tehát egy gáz bevezetése lakóházamként, nem elrettentésképpen 200 ezer forint, éppen hogy csak betakarja. Nem beszélve utána arról, ez ugyanolyan, mintha villanyra mennék, ugye? Amikor emelik a díjat, hát akkor igazodni kell a díjhoz, és ha én erre vagyok rákötve, akkor ez körülbelül olyan, mint hogyha azt mondom, hogy most nem világítok, mert megemelték az áramdíjat. Több kérdés. A mai közmeghallgatást befejeznénk, képviselőtestület és a magam nevében.
kívánok mindenkinek jó egészséget és tarján hűséget. Köszönöm szépen! Március 25-én délután 17:30 a tatabányai fúvósötös Bánfi Csaba zenetanár kezdeményezésére bemutatót tartott a zeneiskola növendékei részére. A tatabányai városi fúvósötös nevében. Hallgassatok meg néhány szót a műfajról és a zenekar tagjairól. A fúvósötös a kamarazenélésnek egyik fajtája, ahol 4 papfúvós és egy 4 fúvós egyszer játszik együtt. Ez a műfaj nem múltra tekint vissza, mivel a múlt század közepén, végén még ezek a hangszerek nem álltak olyan mesteri fokon, hogy együtt tudtak volna játszani. Ennek következtében a zeneirodalma is behatárolt. Direkt erre az 5 hangszerre íródott mű csak a 19. század végén és a 20. században keletkezett. Szinte mai zeneszerzők művei tudják játszani, és a régi nagymesterek mai átiratai. A tatabányai fúvósötös 1986-ban alakult a zeneiskola tanáraiból és a szimfonikus zenekar szólistáiból. Az évekre visszatekintve aktívan dolgoztak, számos hazai és külföldi felkérésnek tettek eleget. Szeretném bemutatni a fúvósötös tagjait. Fuvola Salcer Géza. Fuvola Szeredi Andrea. Klarinét Ladányi Tamás. Kül Bánfi Csaba. Horváth Erdő. Első műsorszámuk Mozart B-dur fúvósötöse. Mozartnak ez a műve eredetileg vonós négyesre íródott, és a vadászkvartett fantázia nevet adta neki. 1784. november 9-én, amikor a mű íródott, Mozart figyelme főként a kamarazenére és a zongoraverseny írására terjedt ki. Mozart Haydnnak ajánlotta ezt a művet, és maga mutatta be az idős mesternek, az apja Leopold Mozart bécsi látogatásának alkalmából. A vadász karakter az első tétel jellegzetes 6/8-ban galopozó témája kölcsönzi a műnek. A mű 4 tételes. Első tétel Allegro vivace assai. Második Menuetto moderato. Harmadik Adagio. Negyedik Allegro assai. A művet fúvósötösre átírta Jeffrey Emerson. Thank you.
Thank you.